Következő a költségvetéssel kapcsolatos díjak megállapítása. Itt bekérésre kerültek, jó napot kívánok, viszlát, jó éjszakát. Bekérésre kerültek a javaslatok az intézmények vezetőitől, illetve az ABOKOM-tól, ami az ABOKOM-ot érinti térítési díjak. Első körben semmiféle változtatást sehol nem javasoltak, az előző évihez képest ugyanazokat a díjtételeket kérik jóváhagyni. A piac ellenőrzése során felmerült hiányosság miatt viszont javasolt a piacrendeletnek a módosítása. Ott igazgató úr beterjesztett egy javaslatot, hogy a retropiacnál 200 forint négyzetméterenkénti díjszabás legyen, és mivel szeretnek beállni az autókkal és abból árulni, teherautóval, utánfutóval, mikrobusszal a retropiac területére, és ez nincs leszabályozva, hogy annak mennyi a díjszabása, ott is meghatározásra került, hogy személyautónként 200 forint, utánfutóval együtt 400 forint, kis teherautó, mikrobusz esetében 400 forint napi díjszabás kerülne bevezetésre, mert ezeknek nem volt díja. A csarnokban pedig előszeretettel hagyják ott a zöldségárusok a portékáikat, hogy ne kelljen kipakolni minden nap, meg hazavinni, és ott tárolják. A raktározásra négyzetméterenként a 200 forint is díjtétel indokolt, hogy kiszabásra kerüljön. Amennyiben a határozati javaslatot elfogadja a testület, akkor december 8-ára behozzuk a piacrendeletnek a módosítását is, hogy január 1-től ezek a díjtételek működni tudjanak. Van-e valakinek kérdése? Egedi doktori a szó. Na, szó, polgármester asszony. Én is elgondolkodtam itt az összefoglalót hallgatva. Észrevétem a következő, hogy egy modern piaccsarnokot épített meg az önkormányzat. Értem ez alatt a modern szó alatt azt ahhoz viszonyított állapothoz, ami volt azt megelőzően, gyakorlatilag a csillagszállóval lehetett jellemezni a régmúlt piacát, amit most a retro piac név alatt reinkarnálunk. Jogszabályi környezetben is, és pénzügyi környezetben is, ahogy múltban is volt róla döntés, meg hogy a javaslat szerint ez itt elhangzott. A héten egy olyan személye volt szerencsém rövidebb ideig beszélgetni, aki sok-sok éven keresztül árusított az abonyi piacon, és azt mondta, hogy ide már nem jön, legalább egy fél éve, egy éve nem jár abonyba, viszont rendszeresen jár Tiszakécskére. Tiszakécskén és sok abonyi árussal találkozik Tiszakécskén a piacon. Jók az emlékeim, 230 forint per négyzetméteres árról adott nekem tájékoztatást, és kiemelte, hogy itt abonyban meg 400 forint per négyzetméter a helyfoglalási díj. Tiszakécskén vannak vevők, abonyban nincsenek vevők. Folyamatosan zuhan a vásárló közönség, nem tudja megítélni, hogy azért csökken a vevők száma, mert nincs pénze az abonyi embereknek, vagy azért csökken, mert egyszerűen nem tetszik nekik a piac. Most ilyen megközelítésből még további terheket róni, és ha ez igaz, a Tiszakécskei 230 négyzetméter, forint per négyzetméter díj, mondom, nem néztem utána, tehát el kell, hogy higgyen, amit mondtak, akkor ez lényegesen többletterhet volt az amúgy csökkenő vásárlói létszám függvényében a jelenleg még az abonyi piacon árusítókra. És akkor érdekes az, hogyha egy időben van retropiac, és van természetszerűleg nyitvatartása az új épületen belül is, akkor abszolút komparatív hátrányban van az a árus, aki a kezdetektől fogva árusított olyan termékeket, amiket lehetett, most zöldségen kívül ruhát, cipőt, egyéb dolgokat a hátsó csarnok részben, magasabb díjszabás mellett, és ha ő ott marad a retropiac működésével párhuzamosan, akkor egy, többet fizet helypénzben, mint a retropiacon árusító, kettő, és talán ezt kéne első helyre tenni, oda már nem fog elmenni a vásárló.
mert az út felől megáll, és ott néz szét, oda hátra már nem fog menni, tehát többszörösen rosszul jár. Tehát gyakorlatilag a retro piacra kikényszerítődik az az árus, aki életben akar maradni. Még azt is elmondták nekem, hogy a hangulatilag visszavarázsolja a retro piac azt a hangulatot, ami volt a régi piacon, de ugye ez nem napi jelleggel működik, tehát akik ide jönnek vidékről, és csak kizárólag arra egy-két árusítási napra, ami hiszem kedden pénteken van minden héten talán. Kedden, pénteken és szombaton. Köszönöm, tehát hetente három alkalommal jönnek vidékről, azok lekaszálják azt a fogyasztói kört, akiket egyébként a régmúltban is abonyi gyökerekkel rendelkező cipőruhás árusok ott voltak. Tehát sok érv ellenér van. Aztán valahol valaki olvasott egy olyat, hogy valami szónoki írott vagy elektronikus sajtóban jelent meg, hogy Abonynak nem kell az új piaszcsarnok. Nem tudom, hogy ez igaz-e vagy sem. Ezt is mondták nekem, hogy valahol Szolnokon ez megjelent valamelyik hírportálon, vagy mondom elektronikus, vagy nyomtatott formában, hogy mi az, hogy az Abonyatnak nem kell az új, a régi mellett teszik le a voksokat. Nekem ezzel kapcsolatban az a gondolat fogalmazódott meg, hogy hát Szolnokon van egy piaszcsarnok, de ahogy bemegyünk Szolnokra, ott van az egykori lengyel piac, tehát most Bolha piac, nevezzük a mi szóhasználatunk a retro piacnak, ugyanolyan állapotok vannak ott is. Hetente, azt hiszem szombati napokon, mind az abonyi retro piac vonatkozásában hetente háromszor, tehát ott ugyanak. Még talán jobbak, de ott legalább asztalról árusítanak, itt meg vagy autóról, vagy földről árusítanak. Tehát én javaslom a díjtételek további növelését, az előbb elmondottak, ebből kiindulok. Ez nem díjtétel emelést tartalmaz, hanem díjtétel csökkenést. Jelenleg 375 forint a négyzetméterenkénti díjszabás a használt piacon, vagy Bolha piacon, vagy retro piacon, mindegy, hogy minek mondjuk. És ezzel szemben 200 forint díjszabás szerepel. Tehát ez felire, majdnem felire csökkentést jelenti. Az, hogy az autókra, parkolásra pont azért kellene egész napi parkolási díjat kiszabni, mert megy a kiszorítós díj, hogy új árusok ne jelenjenek meg. Tehát már volt olyan árus, akit korábban ugyan itt árult a Bonyban, de el kellett küldeni, mert nincs hely. Ott a Lidlitelek, idézőjelben Lidlitelek, ahol ingyen hagyhatja az autóját. Tehát, hogyha ő akár sátorba, akár papírdobozokra, asztalra, szétnyitható asztalra kiteszi az áruját, és onnan árul, a mikrobusszal, utánfutóval meg eláll a Lidlitelekre, nem kötelező neki parkolási díjat fizetni, de akkor nőhet a vásározóknak a száma, az adott területen. Jön az adventi vásár, és gyakorlatilag aki oda megy hajnalban, és beáll oda autóval, sátorral, meg még személyautó utánfutóval, akkor minél nagyobb területet, főleg a frekventált helyen, mert hol szeretnek a járda mellett árulni, ahol a mozgás van, kiszorítják. Tehát lesz egy üzemeltetési szabályzat, módosítás, azt viszont az ügyvezető igazgatónak kell elkészíteni. A díjszabásokra kell nekünk, tehát itt nem emelésről van szó, hanem az üzemeltetési szabályzatot támogató rendeletmódosításról. A szabályzat szerint és a rendeletünk szerint is csak kizárólag használt cikk, illetve ruházati termék, ami árulható a Bolha piacon. A zöldséggyümölcs kereskedelemnek a csarnokban van a helye, és ezzel nem is szeretnénk változtatni. Ez az egész terület eredetileg az őstermelői piacnak készült. Minden egyes településen, és lehet Egerbe menni, lehet Szolnokra, lehet a fővárosba, nem ott van a használt piac, régiségpiac, ruhapiac, végig lehet venni, ahol az őstermelői piac. Budapesten a Vámház téren ott a csarnok, a Lehel téren ott a Lehel téri vásárcsarnok, a ruha, meg kint van a Sárkány centerben, kint van az Ecseri piacon, de nem a város legfrekventáltabb helyén. A város legfrekventáltabb helyén az őstermelői piac van, vagy kereskedelmi piac, ami élelmiszer, zöldség, gyümölcsárusításáról szól.
De ugyanez van Egerben, meg bárhova elmegyünk. Nálunk egy speciális helyzet alakult ki, lakossági kérésre, képviselői kezdeményezésre a használt bolhapiac bekerült a városközpontba. Ennek sokkal inkább lenne, mint ahogy Szolnokon, akár a Tesco parkolójába hely, akár ahol volt a Hunyadi úton a konzervgyár udvarán, de kérték, hogy legyenek ott, mert egymást erősítik a vevői kör, aki ruhát néz, az hát ha vesz 2 kiló narancs, mandarint is. Tehát e fölött ne nyissunk vitát, itt pont az üzemeltető kéri ahhoz, hogy a rendet fön tudja tartani, és még több árus tudjon jönni, tehát ne az a ugyanaz a 20 árus, hanem ha kell, akkor 30 árus jöjjön, ha erre van igény. Ahhoz viszont az autókat, a mikrobuszokat, az utánfutókat lehetőleg onnan máshova kell vinni. Tehát csak a termék és az árus legyen ott, az asztalával, dobozával, akármivel. Ez nem jelent növekedést. Tehát még egyszer mondom, aki 10-20 négyzetméteren árul, annak most jelenleg annyiszor 350 forintot kellene fizetni, tehát 3750, illetve 10.000 forintot meghaladó összeget. Ezzel szemben most 200 forint per négyzetméter ára csökken le, de bejön mellette, hogyha ott hagyja a gépjárművet, és arról akar árulni, akkor annak a négyzetméterre után is, vagy nem négyzetméteren, annak az autónak a típusától függően napi parkolójegyet kell váltani. Tehát nem megerőltető, mert az 200, illetve 400 forint. Balangó László képviselő úr, a szó. Köszönöm szépen. A korábbi egyik napirendnél Egedi Zsolt képviselő úr felhívta a figyelmet, hogy pontosan fogalmazzak, hogy jogászként elvárható, akkor én most fölhívom a figyelmét, hogy figyelje a számokat az ügyrendi bizottság elnökeként, és akkor így játszhatunk tovább majd egymással, így passzolgatva a labdát egymásnak. Na, nem ezt akartam mondani. Teljesen egyetértek azzal, amit a polgármester asszony mond. Ez teljesen logikus, érthető és támogatható. Én ezzel, ezt a gondolatot továbbfűzve, már nagyon régóta foglalkoztat engem az, hogy az Abokon vezetője, azt mondta Gáspár Csaba igazgató úr, hogy azért a legdrágábbak a környéken, ezt már testületülésen többször elmondta, mert hogy mindenki be van jelentve, nem dolgoztatnak feketén, stb. És ezért nem tudnak vállalkozni. Úgyhogy én azt javaslom, hogy kérjük meg az Abokom igazgatóját arra, hogy a saját vállalkozási költségeit ről adjon egy módosított táblázatot arra vonatkozóan, hogy mennyi lenne az a kényelmes neki, amivel tudna vállalkozni. Tehát akkor tegyük az Abokomot vállalkozás képessé, versenyképessé, mert hogyha a képviselőtestület meghozza ezt a döntést, hogy magasan vannak az árak, utána pedig számon kérjük az Abokomot, hogy miért nem vállalkozik, és azért, mert magasak az áraink, akkor saját magunktól kérdezünk valójában. Tehát akkor kérjük meg az Abokom igazgatóját, hogy adjon be egy olyan számadat, halmazt, amelyiken ő tudna vállalkozni. Ugyanígy, mint ahogy ott csökkennek a költségek, racionalizálás van, teljesen jó. Én ennek nyomán gondoltam így, hogy legyen egy ilyen konstruktív javaslat. Nézzük meg, hogy hát, hogyha ezen előre tudunk lépni, és az Abokon versenyképessé tud válni. Köszönöm. Köszönöm. Ügyrendi bizottság elnöke, ezt nem ismerhettem, mert ez időközben pénzügyi bizottságra érkezett be a módosító javaslat az Abokomnak a díjszabása, tehát hogy ő most barátkozik a számokkal, meg ismerkedik, ez abból adódik, hogy az ügyrendi bizottságon még nem volt, tehát azóta föltöltésre került természetesen, miután a pénzügy megtárgyalta és javasolta ezt elfogadni. Az Abokomnak a munkadíjai és géphasználati díjai hát 5 éve nem változtak. 5 éve nem emelkedett, és pont azért nem változott, csökkenteni se csökkentettem, mert ez fedezi a dolgozóinak a bérét. Meg mire tudna vállalkozni? Tehát feketén nem fog kaszálni másnak se, csak számla ellenében közmunkásokkal. Megkérhetjük, hogy készítsen egy alternatíva csökkentés, de akkor
attól a bevétele még tovább fog csökkenni. Nem lesz versenyképes az Abakom ilyen munkákra. Ez az önkormányzatnak a gyakorlatilag 98%-ban az önkormányzat rendel munkát. Tehát azzal az egy markolójával, egy traktorjával nem lesz. Tehát erről beszélt már a gazdasági bizottság is, meg a pénzügy, hogy gépek felszerelés nélkül, meg megfelelő szakembergárda nélkül nem fog tudni vállalkozni. Tehát nem lesz belőle építőipari cég. Még bontani tud, szemetet szállítani tud, kaszálni tud, belvizen tud védekezni, de olyan jellegű vállalkozási tevékenységet gépek és ember nélkül nem fog tudni végezni. Kérhetünk tőle, most ezek a változatlan díjszabások vannak itt, egyedül a piacra tett kedvező, hogy differenciáltabb tétele legyen, és örülök, hogy el tudja fogadni elnök úr ezt a módosító javaslatot. Jegyző úr kíván kiegészítést mondani. Két rövid mondat mindösszesük, lehet, hogy csak egy. Egedi doktor felvetette, hogy esetleg abonyi vállalkozók kiszorulnak és máshová mennek árusítani. A hivatal ellenőrzést tartott a piacon, 12 árust ellenőriztünk, a 12 árusból 11 abonyi székhelyű egyéni vállalkozó, vagy KFT, vagy betéti társaság volt. Egy volt, amelyik egy környékbeli faluból jött ide árusítani. Egyébként a retrópiasznak a területe majdhogy nem csúlig volt. Ugyanakkor viszont hátul a félig nyitott, félig fedett piactér, rend viszont egyetlen árus sem volt. Mindezt úgy, hogy 375 forint a négyzetméter díj mind a két területen jelenleg. Tehát egységes a díjszabás. Egységes díjszabás mellett ott egyetlen sem volt. A retrópiaci részen viszont gyakorlatilag tele volt, és akiket mi ellenőriztünk, mondom, hogy ilyen arányban voltak köztük az abonyi vállalkozások. Köszönöm szépen. Egedi doktor kért még szót. Köszönöm jegyző úrnak, hogy figyelte a hozzászólásomat figyelmesen, mert erre utaltam, és akkor itt számszakilag is az alátnak támasztott, hogy hátulról kívül és előre. A másik, aztán valamú képviselőtársamnak mondom, hogy kicsit jobban tessék odafigyelni, amikor hozzászólok és úgy reagálni, hiszen polgármester asszony előrevetítette, hogy mi lesz egy jövőbeni módosítás, ami a zöldség, gyümölcs árusoknak a díjtételeit fogja emelni a raktározás tekintetében. Csak a raktározás. És én erre vonatkozólag mondtam, amit mondtam, a tiszakécskei példát, mert az a személy, aki nekem ezt mondta, ő pont ebben a tevékenységi körben zöldség, gyümölcs, füstölt árusok, tejtermék, nem mondom, hogy melyikben, de három közül az egyikben árusított itt Avonyban, és ő fogalmazta meg ezt a kritikát. Egyébként meg a gyermekkori labdázásból már féges-régen kinőttem képviselő úr, köszönöm. Ehhez a benti csarnokbeli árusítás, tehát ott nem emelkednek a négyzetméter árak, viszont az sem állapot, hogy az üres ládákat ott tárolják a közlekedési sáv és a fal között. A ki nem használt üzlethelyiségeket engedélyeztük, hogy amíg nincs bérbeadva, addig használhatják, de nincs díjszabása arra vonatkozóan, hogy árut ott táruljon. Azt pedig mindenkinek el kell fogadni, még a hazai őstermelőinknek is, hogy azzal, hogy neki nem kell délbe egy órakor fölpakolni a ládáit, hazavinni otthon hűtőházat, műhely, garázs, tárolót, raktárat, bármit üzemeltetni, tehát ennek a költsége a csarnokon belül van. Reggel újra kipakolni a ládákat, behurcolni a piacba, ez egy olyan szolgáltatás, amiért naponta, négyzetméterenként azt a 200 forintot kifizetheti. Ha neki nem éri meg, akkor össze kell pakolni egy órakor az áruját, az üres ládáit, mert bocsánatot kérek, senki nem szeretné, ha a piac lepukkanna, a csarnok, és az gyakorlatilag üres ládák raktározási helye lenne. Akár termény van benne, akár üres láda, a helyért, ha ott van és kerülgetik takarításkor, akkor azért fizetni kell. Tehát ez egy olyan plusz szolgáltatás, ami nem ütközik azzal, hogy ez nem díjemelés, dönthet róla. Tehát hazavisz, és akkor otthon épít egy tároló raktár helyiséget, amit télen fűt, nyáron hűt.
És az sokkal többe kerül, mint hogyha ott a helyszínen kifizeti a tárolási díjat. Szökrön László képviselő úr kért szót. A díszterem bérbeadásával kapcsolatban van egy észrevételem. Díszterem bérbeadás, igen. Mert tartalmazza az előterjesztés, hogy házasságkötés alkalmából, vagy a díszteremhez méltó valami rendezvényhez. Tehát ez, hogy a díszteremhez méltó rendezvény, ez nagyon távolabb. Persze jobban meg kellene határozni, hogy mit tartalmaz. Mert mindenkinek az a méltó más, egyébként más jelent. Tehát akkor tulajdonképpen minden beletartó, hogy vagy meg kellene szerintem határozni azt, hogy ezt ki határozza meg, egy személy vagy egy csoportot, aki meghatározza, hogy mi az, aki méltó ehhez a teremhez. Vagy konkrétan felsorolni, hogy miket lehet ebben a teremben megtartani, mivel lehet mérbe venni. Köszönöm szépen. Ami ezt felvetette, hogy az esküvőn kívül itt volt a Herendi porcelán kiállítás. Vannak műtárgyakkal kereskedők, tehát festményeket hoznak be a hivatalba, és nem egyszer volt, hogy lent a csarnokba voltak a festmények kirakva. Tehát ha van arra igény, hogy itt festményeket például áruljanak, vagy egy nívósabb kiállítás, ami annak a cégnek az érdekét szolgálja, aki a terméket előállítja, akkor a díszterem erre én úgy gondolom, hogy méltó hely, hogy ne a bejárati ajtónál, a csapóajtó között legyenek ezek kiállítva és forgalmazva, hanem akkor itt. Most ennek lehet egy díja, tehát ha nincsen olyan rendezvény, meg lehet térítésmentesen is odaadni, mert a Herendi porcelán kiállításnál ezért nem kértünk díjat. De lehet arra igény, hogy itt egy aukciós ház a festményeket, műtárgyakat kiállítsa, és adhat be kérelmet. Tehát ahhoz viszont én úgy gondolom, hogy díjat kell szedni, mert neki abból árbevétele képződik. Én értem, de szerintem ezt el lehet dönteni, hogy ehhez méltó a díszterem, tehát nem piros lufi szívecskék árusításához, és sípok meg kínai dobok. Én úgy gondolom, képviselő úr, hogy ezt, ha megbízik bennem a testület, azért el tudom dönteni, hogy ez ide méltó vagy nem, tehát. Vagy jegyző úr, aki a háznak a gazdája. Gulykáné Gál Erzsébet. Én visszatérnék egy pillanatra a piacra. Ott értem vissza az idésre, amikor a polgármester asszony említette, ha jól vettem az adást, hogy terjeszkedés, illetve hogy a retropiac ide terjeszkedik. Igen. És azt örömmel hallottam jegyzőre, amit az ellenőrzést. A bizottságülésen már többször szóltam az irányból, hogy ez a retropiac nagyon jó, hogy van, de azért valóban a terjeszkedés az tényleg tapasztalható. Az ország zászló mellé parkíroznak autókkal, ott a bizottságülésen említette valami bizottsági tagtársam, hogy ez a rendőrség dolga, természetesen a rendőrség is odafigyel rá, de azt gondolom, hogy aki a helypénzt beszeli tőle, szeretném kérni ehelyt is. Tudom, hogy a díszaváson napi rendi pont, hogy akkor erre figyeljünk oda, hiszen a piaci járusok, a kavonyi lakosok, járókelők említik meg, hogy azt tartsuk karban, ameddig. Köszönöm szépen. Lehet, hogy nem volt itt képviselő asszony, az is elhangzott részemről, hogy az üzemeltetési szabályzatot az üzemeltetőnek kell elkészíteni, és a testület fogja jóvá hagyni, úgyhogy az majd januárra fog jönni, vagy én hagyom jóvá, vagy ki adja jóvá? Az üzemeltető alkotja meg, adja jóvá, jó. Tehát tájékoztatni fogjuk akkor, hogy ez legyen leszabályozva, hogy hova állhatnak be, meddig állhatnak le, mi csak a díjakat hagyjuk jóvá, azt viszont nem, azt már nem kell, hogy tartalmazza az üzemeltetési szabályzat, az a piacrendelet tartalmazza. Igen, igen. Dr. Balangó László, tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Én, Laci bácsi, maradéktalanul megbízom az itt lévő felnőtt emberekben, hogy el fogják tudni dönteni, hogy mi méltó, meg mi nem. Biztos nem fognak a pénztárcájuk ellen, tehát a bony pénztárcája ellen dolgozni. Hát szerintem ez nem kérdés. Nekem továbbra is a Habony képviselő úrnak a korábban
megfogalmazott gondolatai mentén hát alakulnak a gondolataim az abokommal kapcsolatban. Egy konkrét példát hagyd mondjak, mi nekem a bajom. Ha az abokom a legdrágább a környéken, és megbízzuk patkázással, mondjuk 2000 forintért per méter, akkor ostobaságot csinálunk, hogyha van nála olcsóbb. Mert akkor nem egy kilométer utat tudna az olcsóbb vállalkozó megcsinálni, hanem mondjuk 1500 méter utat. Tehát valahogy ezt az ellentmondást kellene feloldani, mert így tényleg arról van szó, hogy értem én, hogy az abokomot fenn kell tartani, vannak ott munkahelyek, meg feladatok, de a másik oldalról viszont meg nem folyik le a víz az útról. Tehát ezt az ellentmondásról hogy kellene feloldani azzal, hogy az abokomnak olcsóbbak lennének a díjai. Én ezért ragaszkodom ahhoz, hogy kérjük meg az igazgató urat, hogy valamilyen komfortosabb számokkal jöjjön elő. Köszönöm szépen. Köszönöm. A keretszerződés ebből adódó feladatok azok megint januárra a költségvetés ismeretében jönni fognak. Tehát azért mi szoktunk tőle duplát kérni a díjszabásból, tehát hogy az útnak mindkét oldalát folyom méterre. Értem a díjszabás, hogy vigye lejjebb, de ezt neki kell, hogy az önköltség számítás alapján mennyiből jön ki. Megkérjük. De most ezek a díjszabásai vannak, az önkormányzat meg minden egyes megrendelt munkánál bekéri, hogy ezt mennyiért csinálja meg. És mondhatja azt, hogy akkor ez nekünk nem éri meg, nem veled bontatjuk el az XY területet, nem veled építünk kerítést, nem te csinálod a patkázást vagy a járdaépítést, de minden egyes ilyen munkához egyedi árajánlatot kérünk be. Tehát a településfejlesztés megkérdezi, hogy mennyiért csinálod meg. Készítsen, meghatározhatjuk, meg el is vethetjük. De mondom, 5 éve ezek a díjszabások nem emelkedtek. Lehet, hogy keveset mondok. 2011 óta biztos, hogy nem volt díjemelése, se a munkagépek tekintetében, se a munkaerő tekintetében, semmiben. És ugyanakkor meg elvárjuk tőle, hogy azért állítsa ide föl a fát, keresse meg nekem valaki, hogy mi a díjszabása a fenyőállításnak. Tessék? De sorolhatnék egy csomó mindent, hogy csinálja meg közmunkaprogram terhére, vagy ennek-annak terhére. Meg azonnal álljon rendelkezésre, ha bárhol bármi probléma van. Nincs ellentmondás. Én értem a problémát, de azért nem látom olyan gondnak, mert a nagyobb tételű munkáknál legyen az patkázás, járdaépítés, ott mindenhol egyedi árajánlatot kérünk, és alkudunk. Igen. Tehát például a bontásnál is megkértük a tolnátótól, a generálkontaktól, az abakomtól, tehát minimum 4 ajánlat bejön azon kívül, ami a saját, tehát az abakom, meg azon kívül 3. Mészáros László képviselő. Jaj, bocsánat, alpolgármester asszony volt előbb. Mondja nyugodtan a cikket. Akkor nagyon gyors leszek, jó? Ha a strandbelépőket nézzük, nagyon jó, hogy vannak ezek a családi kombinált jegyek. Én javaslatot szeretnék tenni. Számoltam itt, hogyha megveszi valaki a napi jegyet, 2 gyermek és 2 felnőtt külön-külön, akkor az 3400 forintba kerül. A családi jegy, 2 felnőtt, 2 gyerek 3200 forint. Tehát itt 200 forint különbség van a jegynél, ami jó, hogy van, de nem egy túl nagy összeg. Viszont ha nézzük a délután, 4 óra után itt, ahol 2 felnőtt, 2 gyerek, a külön-külön beszél, akkor 2400 forint, kedvezményesen pedig 2350 forint. Hogy itt esetleg jó lenne ezt a kombinált jegyet megnézni, a családi jegyet. Ott azért van, mert a minden további gyereket, ha hozzáadod, akkor kevesebb, tehát a nagycsaládosok támogatása. Tehát mind a 2 családi kedvezmény után szerepel az, hogy a minden további gyermeknél még kedvezőbb az ajánlat. Tehát ez csak 2 felnőtt, 2 gyerekre vonatkozik, de a nagycsaládosoknál még hozzájön a további gyerekeknél még további kedvezmény. És ezek sokkal alacsonyabb díjtételek, mint más termálfürdők esetében.
ebben nem nyúlnék bele, mert minden további gyerekre eső kedvezmény az, ami jelentősebb. Tehát a harmadik, negyedik, ötödik gyerek. Mészáros képviselő úr. Köszönöm szépen a szót. Nagyon röviden a vokon téma, vállalkozás, barát díjtételeket állapítsunk, vagy adjon be az ügyvezető igazgató. Ha jól emlékszem, valamikor mondjuk 14-ig talán vállalkozás barát költségvetéseket adott, senki nem vette igénybe a gépeit. Talán ekkor csökkentettük a díjtételeit, hogy valaki igénybe vegye. Most alapvetően ugye az Avakommal véleményem szerint a gond az, hogy közhasznúakat foglalkoztat, olyan munkákat végez a városnak, amit igazándiból adhok jelleggel szükséges, amivel nagy valószínűséggel más vállalkozót nem nagyon lehet megbízni. Nem nagyon lehet megbízni az, hogy jó példa volt, valamit le kellett heggeszteni a piacon. Más nem ment volna el, illetve a megrendelés sem tudja átvenni időbe. Ők kimentek egy heggesztő pálkával és rögtön megcsinálták. Tehát alapvetően a mozgékonyság van benne. Vállalkozás, barátság az már jó ideje, én azt hiszem, hogy itt nem működik, illetve nem is tud működni egyéb objektív körülmények véget. Úgyhogy nem tudom, akár megvárhatjuk, hogy tud-e vállalkozás, barát gépkölcsönzésre árajánlatot adni, de véleményem szerint ezek mind lényegesen magasabb árak fognak lenni. Köszönöm szépen, én csak ennyit akartam. És csak az elmúlt időszak tanulságaiból. Mondjuk 6-8 éves intervallumban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor kérdezem, hogy Balangó képviselő úr fönntartja, hogy egy módosított díjszabást készítsen elő az Abakon, vagy meg el tudják fogadni a díjszabást így, ahogy van. Jó, akkor ezt meg fogom, mint módosító indítvány szavaztatni, és akkor, ha megkapja a többséget, akkor bekérjük, és akkor újra kerül a testület elé egy módosított. Kiegészítésül mondom, hogy például a Vadasparknál megkezdik kedden a kerítés bontását, beszállítják az összes kerítés elemet az Abakom telephelyére, erre sincs külön díjszabás, meg fogják csinálni a saját munkaerő állományával, meg a közmunkaprogrammal. Habony képviselő úr, tessék parancsolni. Azért, mert majd egybe elszállítja a Tóth úr, és hogy az éjszaka leple alatt ne a mély telepen kössön ki a lebontott kerítés. Tehát egy nap alatt nem tudják az egészet lebontani, amit lebontanak, azt beszállítják őrzött védett területre, mert nem kívánok perre menni, hogy hova tűnt a kerítéselem. Nem, a szerződésben így van, átadta a területet, mármint lejelentette, hogy kész vannak a munkálatokkal, a kerítés bontása van hátra, és ez volt az alku, hogy a panel elemeket, ami az újonnan nyitott út és a szántó felől van, tehát elalakban azokat a paneleket ő elszállítja. Nem, azt mi bontjuk le, és ő azt elszállítja, az így van a megállapodásban is. Meg lehet nézni a megállapodást, a jegyzőkönyvet is, meg a megállapodást is. A térelem hálót elviszi, így van. Igen, de a lebontást az közmunkaprogramban, azt mi végeztetjük el. Habony képviselő úr. Ugye ő többféle elképzési rendszer van, a cégek között. A legnagyobb baj, amit itt a Balangó képviselőtársa feszeget, hogy adjon árat a Csaba. A Csaba egyszerűen összeadogatja a fölmerülő költségeket, kijön valamennyi, meg rászorozza az ő hasznát, és ez az ár. Na, ezt az árképzést a magyar piac már azon szegmense is rég meghaladta, amin a Csaba tevékenykedik. Nincs konkurencia árelemzés, nem ismerjük mások árait, csak mindig akkor, amikor kiderül, hogy elébünk kerül egy táblázat, és abban a Abakom a legdrágább.
Tehát át kellene térni a verseny alapú árképzésre, mert még egyszer mondanám, hogy az 1x10 is 10, a 10x1 is 10, az 5x2 is 10, meg a 2x5 is 10. És mi most az avokommal legfeljebb hébe-hóba kapunk el egy 1x10-es munkát. Holott nekünk 10x1-es munka kellene a versenyképesség oldaláról, meg az eszközeink kihasználtságának oldaláról. De az se lenne baj, ez a munka 5x2-ből jönne össze. Ezt kellene valahogy közös nevezőre hozni, de én úgy gondolom, hogy nem tudom, hogy van-e olyan ember, aki egyáltalán ezeknek a gépeknek a kapacitás megkötésével, konkurencia figyeléssel, piacelemzéssel, piachelyzettel foglalkozik. Mert azt, hogy majd rajtunk kívül oda megy valaki, azt ne várjuk el. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mi úgy vagyunk, hogy vagy megfizetjük drágán, vagy megfizetjük olcsóbban, ilyen termelékenység, hatékonyság mellett, és utána negyedévenként odaadjuk támogatásképpen. Köszönöm. Jó, tehát aki, mert a határozat egyes pontja foglalkozik az abakom díjszabásával, a gépjárművek, munkagépek óradíjaival, aki azzal ért egyet, hogy ezt dolgozza át a cégvezetője, véleményeztesse az újonnan megalakult felügyelőbizottsággal, és kerüljön ismét a testület elé. Kérem, nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. Nyolc igen, kettő nem, kettő tartózkodással, akkor ennyiben módosult a határozat első pontja. Tehát ezt nem fogadta el a mostanit, hanem dolgozza át és hozza újra. A kettes pont a Salgóbányai tábor térítési díjait változatlan formában fogadja el a testület 2017-re. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. Tizenkettő igennel elfogadta a testület. Aki egyetért a termálfürdő jelenlegi díjai változatlan formában a jövő évre is, kérem, támogassa a testület, indulhat a szavazás. Tizenkettő igennel elfogadta a testület. A kultúraháza ingyenes használatra jogosultak körét a határozat 4/A melléklete szerint határozza meg, tehát aki most is kulturális tevékenységet végez civil szervezetként, és az mentes lesz. Ezzel egyetért, kérem, nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. A saját szakköre. 12 igennel elfogadta a testület a Szántók legelők 5-ös számú melléklet szerinti díjtételét, aki támogatja, kérem. Mi hagytam ki? A 4/B melléklet megszavazáson. Ja, azt meg a bérleti díjat, a 4/B, az a 5-ös pontja a határozati javaslatnak, aki azzal egyetért, kérem, nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. 12 igennel elfogadta a testület, akkor a Szántók legelők haszonbérleti díját 2017-re, aki jóvá hagyja az 5-ös számú melléklet szerint, kérem, nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. 12 igennel elfogadta a testület, és akkor a piacrendelet módosítása a kiegészítésekkel, és felkérjük a jegyző urat, hogy a következő testület ülésre a piac díjtételei kerüljenek ismét a testület elé. Rendeletmódosítás formájában, aki ezt támogatja, kérem, nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. 12 igennel elfogadta a testület. A nem lakás célú ingatlanok minimális bérleti díját tartalmaz a 7-es számú melléklet, aki ezzel egyetért, kérem, nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás.
12 igennel elfogadta a testület az Erste Banknak az automatára elhelyezésre vonatkozó díszabását. Aki elfogadja, kérem nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. A sportcsarnok sportpálya bérleti díjtételeit a 8-as számú melléklet tartalmazza a határozatban. Aki ezt elfogadja, kérem nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. 9 számú melléklet tartalmazza. Aki elfogadja, kérem nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. A sokak által kis focipályaként ismert Vörösmarty út és Fadrusz utca által határolt területnek a bérleti díját a 6-os számú melléklet tartalmazza. Aki ezzel egyetért, kérem nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. 12 igennel elfogadta a testület, és akkor a hatályba léptetés és a korábbi határozat hatályon kívüli helyezésével, aki egyetért, kérem nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. 12 igen, megállapítom, hogy összességében így ezzel az egy módosítás volt benne, elfogadta a testület a határozati javaslatot, hogy az Abakom díjtételeiről készüljön egy újabb előterjesztés. Habony István, ügyrendi. A táborral kapcsolatosan lenne észrevételem, hogy beszéltünk a bogácsról a múltkor. Igen, meg most is fogunk. Meg ma is fogunk, ha elérünk odáig, hogy egész évre készüljön el egy ütemterv bogácsra is, hogy mikor mehetnek, meg ő Salgóbányára is. Én támogatnám, hogy Salgóbányára is ugyanúgy a Méri élénkének adjuk oda, és toborozza hozzá az embereket hirdetésbe, egy évben, kérlek szépen. A másik olyan, amit meg akarok kérdezni, informátoraim nem megerősített hírforrásról közölték, hogy a Salgóbányán egész nyáron fönt volt egy személyzet, amikor a gondoltunk mennőre. Mibe került az nekünk? Januári testületi ülésnek anyaga a Salgóbányai tábor üzemeltetése, részletes anyag fog készülni, és erre vonatkozó javaslatok is akkor fogalmazhatók meg. Jó. Ezt kérem, tehát benne van a munkatervi szempontok szerint a következő évi működtetés, ugyanígy a melyik működtetésünk? Bogács. Nem a bogács, a strandfürdő, meg a tábor üzemeltetése és a nyitással kapcsolatos dolgok. Külön előterjesztés, és akkor meg lehet vitatni, hogy hogy legyen, mint legyen a továbbiakban. Ez lenne a kérésem és javaslatom. Jó, akkor megyünk tovább.